Börböly, Várdom, Szálka, Szedres, Őcsény és Decs. A szekszárdi család és gyermekjóléti szolgálat a megyeszékhelyen kívül ezeken a társult településeken látja el feladatait. Összesen 1572 fővel volt segítő kapcsolatunk. Ez az 1572 fő, ez 706 családot jelent, és ez az 1572 fő és 706 családnak, ez 496 kiskorú gyermekét jelenti, akivel szociális segítő tevékenységet, vagy valamilyen információnyújtást, de mondhatni, hogy segítő tevékenység kapcsán kapcsolatba kerültünk. A család- és gyermekjóléti szolgálatoknak 97 óta törvényben előírt feladatuk, hogy minden év február 28-áig szakmai tanácskozáson beszéljék át a feladatellátást térségükben. Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, fenntartóval, meghívott vendégekkel értékelik az adott településen az észlelő és jelzőrendszer működését, illetve egyáltalán a gyerekjóléti, gyerekvédelmi rendszer működését, szociális rendszer működését, feladatokat, szükségleteket tudnak megfogalmazni, és ennek értékelése zajlik, és ennek kapcsán pedig majd a család- és gyerekjóléti szolgálatnak éves intézkedési tervet kell készíteni. Ez azokra a hiányosságokra, szükségletekre próbál választ adni, ami felmerül a települési tanácskozáson. Az intézményben a jövőben is hangsúlyt fektetnek a családok számára szervezett prevenciós és szabadidős tevékenységekre.